Üdvözölek benneteket! Aktuális leckénkben a háromszög belső szögeinek összegéről tanulunk. Kezdjük a leckénket egy nagyon egyszerű kis kísérlettel. Rajzoljunk le egy háromszöget, akár papírra, és vágjuk ki. Majd daraboljuk szét ezt a háromszöget a szögei alapján. És próbáljuk meg a folytatásban ezeket a szögeket egymás mellé illeszteni. Valahogy így. Vegyük az első szöget, ez ugye az alfaszög, majd illesztük mellé a másik szöget, ez a béta szög, és akkor nézzük a harmadik szöget, ha ezt most megfordítom, akkor nagyon szépen oda tudom illeszteni a hiányzó részre. Azt látjuk, hogy a három belső szög valójában egy egyenes szöget alkot. Itt tehát nagyon egyszerű lesz az összefüggésünk, hiszen tudjuk, hogy az egyenes szög az 180 fokos, ezek szerint a három belső szögnek az összege mindig 180 fokot ad. Föl is írhatjuk akkor ezt képletileg, amelyet alkalmazunk a feladatokban. Az egyik belső szög alfa, plusz a másik belső szög béta, plusz a harmadik belső szög gamma, együttesen tehát az egyenes szögnek a nagysága 180 fok. Hol tudjuk felhasználni ezt a képletet? Hát abban az esetben, hogyha a háromszög belső szögét, két belső szögét ismerjük, akkor ki tudjuk számítani a harmadikat. Nézzünk erre egy példát. Adott tehát a háromszög két belső szöge: alfa egyenlő 50 fok és béta egyenlő 75 fok. Számítsuk ki a háromszög harmadik belső szögét. Írjuk először is az adatokat. Tudjuk, hogy az alfa 50 fok, a béta pedig 75 fok. Keressük a harmadik szöget, ez lesz a gamma. Ismerkedjünk meg azokkal a lépésekkel, melynek segítségével az ilyen típusú feladatokat megoldhatjuk. Első lépésben fölírjuk a képletünket. Pont arra a képletre van szükségünk, amit most tanultunk. Alfa plusz béta plusz gamma egyelő 180 fok. A második lépésben behelytesítünk azokat az értékeket, amelyeket tudjuk. Tudjuk, hogy az alfa 50, tehát írom, hogy 50 fok, plusz. A béta tudom, hogy 75 fok, plusz a gammát nem ismerem, így megmarad a gamma, és együttesen ez 180 fok. A harmadik lépésben kiszámoljuk azokat a műveleteket, amelyeket el tudunk végezni. Konkrétan az 50 fokot és a 75 fokot össze tudom adni, 50 plusz 70 a 120, plusz még 5 a 125. Tehát 125 fok plusz az ismeretlen gamma együttesen ad 180 fokot. A következő lépésben kifejezhetjük a hiányzó szöget. Akár te megtetjük ezt egy segédegyelet segítségével is. Összeadásról van szó, 2 plusz 3 egyenlő 5. Keressük a gammát, vagyis a mi esetünkben a 3-at. Hát 3-at úgy kaphatunk könnyűszerrel, hogy az 5-ből kivonjuk a 2-t. Vagyis a keresett gammát is ugyanígy számolom. Az 5-ösnek a 180 fok felel meg, ebből ki kell, hogy vonjam, a kettesnek pedig a 125 fok, tehát a 180 fokból kivonjuk a 125 fokot. És utolsó lépésünkben végezzük akkor ezt a kivonást. 180 fok mínusz 125 fok, 10-ből 5-öt az 5, maradt az 1, 8-ból 3-at az 5, és 1-ből 1-et az semmi. Tehát a végeredményünk a háromszög hiányzó harmadik belső szöge 55 fok. Ezeknek a lépéseknek a segítségével ilyen típusú feladatokat könnyűszerre meg tudunk oldani. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!